Váts ki klubkártyádat a Puskás Akadémia hazai mérkőzéseire ingyenesen a megszokott pénztári nyitvatartási időben. Elsősorban a kiemelt akadémiákon megpróbálom a UEFA által preferált újabb típusú kapus edzéseket bevezetni. Hát az első körben ugye végigjártam az akadémiákat, megnéztem, hogy hogyan dolgoznak, kielemeztük, beszélgettünk róla. A második körben megpróbálok ennek a tapasztalatoknak a birtokában egy olyan típusú bemutató edzést csinálni, ami rengeteg mindent magában foglal, aminek egyes elemeit bizonyos edzéseken fel lehet használni. Tehetséges gyerekeket ismertem meg bennük. Természetesen mindenkinek különböző gyengesége van még, vagy hibája van, rengeteg pozitív tulajdonság meg képesség mellett, de hát azért vannak a kapus edzők, hogy azokat csiszolgassák, és mindegyikből jó kapust csináljanak. Ez a mai edzés egy nagy élmény volt, mit volt a válogatott Andus Józsi bácsi, így szakmailag is nagyon sok tapasztalatot szereztünk, és igazából jól érezte szerintem mindenki magát ezen az edzésen. Több olyan gyakorlat volt, amin észrevettem, hogy mindenféleképpen többet kell gyakorolni, és ezek a feladatok is jót fognak neki tenni, és segíteni fogják ezt. Én nagyon jól éreztem magam, megtudtam azokat is Józsi bátor, amiken fejlesztenem kell, sokkal többet edzés után is például lent kell maradnom, úgyhogy meg volt az eredménye ennek az edzésnek. A labdafogáson nagyon sokat kell fejlesztenem, a jó technika is, hogy le meglegyen, és a gyorsaság. A Józsinak a látogatásai, illetve a jelenléte az már egy motivációs erő mindenkinek. Tehát nem csak a játékosoknak, nekünk is, tehát ő azért egy filozófiát, egy szakmát képvisel. Magyarországon szeretné összpontosítani ezeket, hogy minden nem csak akadémián, hanem sportközpontban ugyanígy működjenek ezek az edzések. És bízom benne, hogy ezzel a gondolatvilággal, amit ő képvisel, hamar meg tud mindenki barátkozni. Azért már zárójelben hozzáteszem, hogy természetesen a gyakorlatok nálunk is hasonlóak, úgyhogy nagyjából ugyanezt a vonalat képviseljük mi is.